A megváltozott munkaképességű emberek sikeres és hosszú távú munkaerőpiaci jelenléte és feltételének javítása céljából tartottak üzleti konferenciát Horgoson. A projekt partnerei a Magyar Kanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ volt, valamint a Szegedi Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület. A most megszervezett üzleti konferencia célja, hogy bemutassa az intézményeknek és vállalatoknak a megváltozott munkaképességű emberek alkalmazásában rejlő lehetőségeket. Újvári Zsombor a megváltozott munkaképességű egyének alkalmazását ismertette a közmunkaprojektben. Elsősorban az én előadásom témája a megváltozott munkaképességű emberek alkalmazása a közmunkaprojektumokban, hiszen visszamenőleg több évre már Magyar Kanizsán bevett szokás az, hogy a Kommunálac közvállalatban, illetve több más ilyen projekthordozó intézményben megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatunk, és nagyon jó tapasztalataink vannak ezekkel a munkavállalókkal, hiszen ők a maguk módján a lehetőségeikhez képest nagyon lelkesen szokták belevetni magukat a közmunkaprogramokba. Ezek főleg nyáron szoktak lefolytatódni, és legtöbbször a közterület fenntartáson, illetve az ilyen könnyebb fizikai munkákban tudnak ezek a munkavállalók kiteljesedni. A megvalósult konferenciákon túl kézzelfogható eredményeket is köszönhet a Magyar Kanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ a projektnek. A Magyar Kanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ az elmúlt 4 évben már másodszor vesz részt egy határon átívelő projektumban, egy IPA pályázatban. Mind a két pályázat lényege és célja a megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrálódása volt. A mai konferencia szintén ebben a témában fog zajlani, azzal, hogy többnyire az elméleti része lesz a célok feldolgozásának. Tehát nem megváltozott képességű személyekkel fogunk foglalkozni, nem ők lesznek a központban, inkább különböző modelleket fogunk hallani, jogi részét a megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedésének, valamint különböző egyéb más vélemények és reflexiók fognak elhangzani. A projektumnak még most is folyamatban van, jövő év februárjában fog befejeződni. Számtalan célt elértünk már, úgy elméleti, tehát elméleti stratégiák kidolgozásában, valamint kézzel fogható és szemmel jól látható eredményeink is voltak, hogy csak egyet említsek, például itt Horgoson a Vasút utca 3 alatt lévő épületünk pincéjét újítottuk fel, ahol laskagomba termesztés fog majd történni, mint védett munkahely keretén belül. Magyar Kanizsán, a Petőfi Sándor utca 44 szám alatt lévő épületünkben átrendezésre, átszervezésre került sor. Többek között egy meglehetősen nagyméretű festőkabin érkezett intézményünknek. Itt a Gölöncsér, abban a kabinban, a Gölöncsér műhelyben készült termékek festése fog történni. A projektnek köszönhetően továbbá a Magyar Kanizsai Intézmény felhasználóinak egy festőkabin áll majd rendelkezésre hamarosan.